Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Novák Előd képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, vendégmunkások és büntetett előéletűek is honvédek lehetnek immár, de az oltatlanok, a hazafiak és az önkormányzati képviselők pedig nem. A március 15-én huszár ruhába öltöztetett vietnámival való érzékenyítés után újabb lépést tett a honvédek jogállásáról szóló, immár törvény helyett sajnos csak kormányrendelet által a kormány. A vendégmunkások honvédségbe való felvétele nemzetbiztonsági kockázatot, beépülési lehetőséget is jelent, miközben kirekesztik a hazafiakat, az oltatlanokat, és abszurd módon már az országgyűlési és önkormányzati képviselőket is, pedig a területvédelmi tartalékos rendszerbe ideálisak volnának a lokálpatrióta helyhatósági képviselők, akik másodállásuk mellett el tudnák látni a feladatot, illetve közszereplői mi voltukból fakadóan példamutatásuk toborzó hatása is számottevő lehetne, amire nagy szükség volna az óriási létszámhiány mellett. Tehát a honvédségnél nem követelmény többé a magyar állampolgárság, továbbá a legénységi állomány kategóriába felszerelő honvéd lehet immár büntetett előéletű békeidőszakban is, ami a honvéd hivatás az egyenruhások megbecsülését is rontja. A létszám hiányjal küzdő honvédségből inkább nem kellene kirekeszteni az oltatlanokat és a hazafiakat. Utóbbira számos példát sokszor említettem már, azonban a honvédelmi miniszter és a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetője ígérete ellenére válaszra sem méltatott, pedig felajánlottam konkrét esetek részletes bemutatását, amikor például a Mi Hazánk honvédelmi kabinet vagy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom tagját távolították el a tartalékos rendszerből, illetve például olyan személyt, akinek egyetlen bűne az LMBTQP felvonulásokon való részvétel volt. Persze ellentüntetőként ez az abszurd, hogy azért távolítanak el valakit, és nem azért, mert például a kamionon vonaglik a deviánsok között. Tehát a civil tiltakozás, még ha jogszabálysértés nem is valósított meg, az önök számára kizárók, és amikor a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőinél panaszt teszek mondjuk a meghallgatásán, akkor azt mondja, hogy ez csak írja meg, ő majd ezt kivizsgálja, hát azóta is vizsgálja, válaszra sem méltatott sok hónappal ezelőtti levelemre, ugyanúgy, ahogy a különböző honvédelmi miniszterek, amelyek itt sorra váltják egymást, nem hajlandók ezeket a konkrét ügyeket, még csak kivizsgálni sem, tehát még a látszatra sem adnak, tehát gyakorlatilag elismerik, hogy igen, ezeket a hazafiakat eltávolítják. Ahogy nem is száfolták azt az értesülésemet, hogy például már a kiképzések keretében azt oktatják, hogy a HVIM az egy nemzetbiztonsági kockázat. Hát ide jutottunk a hazafias kirekesztésével, és helyükre jöhetnek a büntetett előéletűek, bűnözők, idegen vendégmunkások, ennyit a honvédségi morálról. A honvédek megbecsüléséhez egyébként hozzátartozna az is, hogy a jogállásukat a legmagasabb törvényi szinten rendezzék is, és hát méltatlan az is, hogy a törvény helyébe lépett nyári kormányrendelet alapján kiszámíthatatlanná vált a honvédek javadalmazása, mivel a kormányrendelet szerint a honvédek védőoltás tűrésére lesznek kötelesek. A következő kérdésekre is érdemi választ várnék, nagy naívan. A kormányrendelet értelmében minden oltáskárosodásért a honvédelmi miniszter lesz felelős? Parancsba adják a következő oltásokat, vállalva a felelősséget? Kell-e mindezek mellett ezután is önkéntes jelentkezési papírt kitölteni a kötelező oltásokhoz? Milyen büntetés vár azokra, akik nem hajlandók beoltatni magukat? Kapnak-e a katonák ezzel kapcsolatban jogi tájékoztatót? Milyen támogatásra számíthat a katona vagy családja oltáskárosodás esetén? Az oltás visszautasítók számára is leszerelési tilalom lesz veszélyhelyzet idején, magyarul illetmény nélküli szabadságra küldve őket halljanak éhen a családjukkal együtt? Tisztelt Országgyűlés, a mostani törvényjavaslat legfájóbb, leggyalázatosabb pontja, hogy az országgyűléstől elveszik a legtöbb, néhány extrém esetet leszámítva, a legtöbb esetben tehát azt a jogot, hogy dönthessünk arról, hogy szeretnénk-e, hogy a magyar honvédek külföldi háborúkban vegyenek részt. Erről
a legfajsúlyosabb törvénymódosító javaslatról. Egy szót sem tett államtitkár úr a 3 perces expózéjában, és hát nem mellesleg egyébként a honvédelmi miniszter sem tartotta fontosnak, hogy eljöjjön így utoljára elbúcsúzni az országgyűléstől a tekintetben, hogy ez többé nem lesz itt téma a magyar országgyűlésben. Tehát ennyire tisztelik meg a magyar választókat, hogy egy ilyen fajsúlyos kérdést próbálnak ezután akár titokban, hiszen minősített adatok esetén még a magyar közlönyben sem kell ezt közölni. És bizony a mostani törvényjavaslat általános indokolásával, álságos mellébeszélő indokolásával szemben a lényeg tehát a 3. paragrafusban keresendő, miszerint egy tavaly novemberi alaptörvény módosításra hivatkozással, a csapatmozgással kapcsolatos, az országgyűléshez rendelt engedélyezési jogkörök jelentős része átkerülne tehát a kormányhoz. Tehát a honvédség külföldi, tehát például mondjuk ukrajnai bevetése országgyűlési döntés nélkül is lehetséges volna, ami hazánk mozgalom szerint persze elfogadhatatlan, ahogy a kormány sunyi háborúpártisága és támogatása is Ukrajnának, melyre már korábban is hoztam 10+1 pontot bizonyítékként, ezekben most nem kívánok belemenni. De ha a kormány csak fele annyi energiát fordítana arra, hogy minden kormányzati kommunikációba gondosan beépítse a béke, békemisszió, békeköltségvetés és hasonló szavakat, és az így felszabadult energiákat arra fordítana, hogy például a magyar gazdaságot rendbe tegye, akkor Európa egyik legerősebb gazdasága lenne Magyarország. De hát ha legalább igazak lennének ezek az állítólagos békére való törekvések, viszont ezek csak üres szavak, valójában a kormány gondosan támogatott valamennyi Oroszország ellen intézett szankciót, vagy Ukrajnának szánt támogatást, ugye a legutóbbi 50 milliárd eurós támogatásnál Orbán Viktornak már az a gyalázatos korábbi kávézgatós távolmaradása sem volt, nyíltan megszavazta. Az előbb említett példa pedig ugye Ukrajna-EU csatlakozási tárgyalásainak megkezdésekor volt, amikor szintén nem éltünk a vétó lehetőségével. Tehát egyértelműen Ukrajna párti álláspontot választva Ukrajnát nyíltan diplomáciailag és különböző módokon egyébként katonailag is támogatva folytatja a kormány a politikáját. Ez a háborúpárti álláspont tükröződik ebből a javaslatból is. Mi szüksége van most a kormánynak egyébként az előttünk lévő törvényi felhatalmazásra, hogy az országgyűlés felhatalmazása nélkül EU-s vagy NATO-s együttműködésben csapatmozgásokat kezdeményezhessenek? Vajonak végre szint a magyar választópolgároknak, hogy mire készülnek valójában? Most már be is avatkozik akár Magyarország az orosz-ukrán háborúba, az ukrán fél oldalán nyíltan, fegyveresen, és nem csak azokkal a sunyi módszerekkel, amikről előbb és a korábbi felszólásaimban már említettem. Ráadásul annak az Ukrajnának az oldalán, amely a vereckei turul szobrot rendszeresen megrongálja. Sőt, a munkácsi turul szobrot már le is döntötték. És hát azért ne felejtjék, hogy a Magyar Honvédség címerében is ott van a turul, még így sem érzik gyalázatosnak azt, hogy ezekre oda sem figyelve, ezekről tudomást sem véve nyíltan támogatják az ukrán háborút. A törvényjavaslat ráadásul az önök eddigi törvénysértését orvosolná. Orbán Viktor ugyanis teljes tudatlanságáról tett tanúbizonyságot, amikor úgy fogalmazott, hogy ukrán harctéri orvosok kiképzése zajlik Magyarországon. Hiszen a harctéri életmentő katona az nem orvos. Hát nem csak a NATO-ban, de a világ bármely táján az orvosokat biztonságos távolságban próbálják tartani a harcterektől. Viszont Magyarországon igenis ukrán katonákat képeznek ki, vagy képeztek ki, nem tudjuk, egyszer lelepleződtek, nem tudjuk, hogy ez még folyik-e. Hát ugye ezt akkor a titokban tartották, hogy a szlovák hadügyminiszter árulta el. A magyar kormány a lelepleződése után már viszont nem is tagadta ezt a tényt, csak próbálta kozmetikázni azzal, hogy harcéri orvosokat képeznek ki, de ez hazugság tehát. Ráadásul az ukrán katonák magyarországi kiképzése határ átlépéssel járó csapatmozgás. Ez az a törvénysértés, amiről az előbb beszéltem, vagy amire utaltam, hiszen az akkor hatályos jogszabályok és még a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az országgyűlésnek kellett volna engedélyeznie azt, hogy ukrán katonák Magyarországra jöhessenek akár kiképzési célból. Hát majd most ezt a kormány megteszi szépen csendben.
És hát ha már csapatmozgások, Mészáros Lőrinc a 4-es metrónál is drágábban építhet 7 kilométernyi vasutat, amit immár katonai célú beruházásnak minősített a kormány, na hát persze csak azért, hogy a környezetvédelmi szabályokat megkerülhesse és a pereskedéseknek véget vethessen. Így a korrupció csúcsra járatják, és hát egyébként mit válaszolt nekem a honvédelmi miniszter a tavaly novemberben az éves honvédelmi bizottsági meghallgatásán, melyen egyébként egyetlen ellenzéki képviselőként voltam jelen? Idézem, vasútépítésről nem tudok beszélni, az nem az én tárcámhoz tartozik. Ezt mondta a honvédelmi miniszter, pedig egy hónappal korábban bejárt a médiát is a hír, hogy katonai célúvá minősítette a kormány a déli körvasút beruházást, így ezért mégis megépülhet. Egyébként a dél-budapesti vágányok konkrétan a teherforgalom bővítését nem csak a brutális túlárazás miatt nem támogatja a Mi Hazánk mozgalom, hanem mert a fővároson áthaladó teherforgalmat növelő beruházás helyett a 2011 óta ígért V0 teherforgalmi gyűrű megépítését szorgalmazzuk. És sajnos a nemzetbiztonsági aggályokra is először mi világítottunk rá, immár 3 éve, de semmi sem változott. Az elsősorban multinacionális teherforgalmi érdekeket szolgáló beruházás, a főként a Hamzsabéki sétány kárára történő vágánybővítés, a tervezett Budapest-Belgrád vasútvonal folytatásaként valósulna meg, és hát a déli körvasút félrevezető név, hiszen nem a Budapestet elkerülő teherkörgyűrűt jelenti, hanem tranzit teherforgalmat a fővároson át. A meglévő vágányok modernizációja és a zajcsökkentés helyes volna, de a további forgalom növelése nem támogatható, nem kívánatos nemzetbiztonsági szempontból sem. És erről kell most itt még beszéljünk, hiszen itt halad át a Dunát keresztező forgalom 90-95%-a, így a helyettesítés kiépítésének elmulasztása, a közlekedés és a szállítás veszélyeztetése. Nem szabad stratégiailag fontos központokat erősíteni, inkább másik lehetőséget kellene létrehozni, mégpedig olyan helyen, ahol nem kell Budapest legnépesebb kerületén átvezetni, sőt, a körgyűrű megépítésével kivezethetnék a tranzit teherforgalmat a fővárosból. Tisztelt országgyűlés, és hát főleg tisztelt kormányzati képviselők, államtitkár úr, mi szükség van arra, hogy a korrupciónál maradva, mert az előbbi beruházás ugye lényegében egy korrupciós rekordnak is minősült, egészen a közelmúltig, amikor sikerült ezt is megfejelni. Nos, mi szükség van arra, hogy a korrupciónak egy újabb századék, ezredik jogi kiskaput nyissanak ki? Mi a magyarázat a 8. paragrafusban előirányzott törvénymódosításra? A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő ingatlanok kapcsán milyen ismételt vagyonmozgást terveznek a háborúra, vagyis hát hazug narratívájukat idézve a békére hivatkozással? Már így is eladták például a honvédségi üdülők egy részét, ezután mindenhez hozzáférhetnének. Ezért sem támogatja a Mi Hazánk mozgalom ezt a törvénymódosítást. És tisztelt államtitkár úr, mi a helyzet a csádi katonai szerepvállalása? Nagy a hallgatás. Lesz-e egyáltalán Izrael által támogatott választásokat betiltó, tüntetőkre lövető csádi diktátor karhatalma lenne a magyar honvédség a kormány terve szerint? Afrikaiakat sajnos eddig is képeztek lövészetre a magyar honvédek a Szahara déli részén lévő Maliban, de most már a kormány Csádba is küldene 200 katonát. A szerepvállalás költségét titkosítják, hiába próbáltam azt többször még akár módosító javaslattal is nyilvánossá tenni, vagy egyáltalán megtudni. Hát eközben Pintér Sándor és Rétvári Bence ugye azt magyarázza a határt védő rendőreinknek, hogy hogyan vonuljanak vissza a fülüket, farkukat behúzva, ha fegyverropogást észlelnek. A magyar kormány Afrikát a lehetőségek kontinensének nevezte, a kaszinó koncessziókon milliárdossá vált honvédelmi miniszter az elsivatagosodó Csádba ömlesztené a magyar támogatásokat, többek közt orvosi missziók és mezőgazdasági fejlesztések formájában, melyekre szintén itthon volna szükség, hiszen például Matorcsi György nyilatkozata szerint a magyar élelmiszeripar a második legkevésbé versenyképes az EU-ban Bulgária után. A Mi Hazánk mozgalom szerint az itthoni szolgálatért, például a határon kellene tisztességesebb javadalmazást és hadgyakorlatokat biztosítani a magyar katonáknak, aki pedig nagyobb kalandra, gyakorlatra vágyik, annak például ott van a francia idegen légió.
Önálló katonai szerepvállalásra Afrikában a Magyar Honvédség nincs felkészülve. Nem is kell. Ezért minden felelősség a Fidesz kormányt fogja terhelni egy esetleges kudarc után, amit minden biztonságpolitikai szakértő jósol ennek a felelőtlen szerepvállalásnak. Csádban a magyar katonák olyan kulturális, éghajlat és egészségügyi kihívásokkal fognak szembesülni, amire nehéz volna felkészíteni őket, és ahogy mondtam, nem is magyar érdek, nem is kell. Csád kétes hátterű politikai kormányának katonai segítséget nyújtani, minimum kalandor politikai vállalkozás. Mégis ennek érdekében most a 9. paragrafusnál módosítanák a fegyverhasználati jogot, hogyha valakit külföldről kell hazamenekíteni, akkor engedélyezett lesz a honvédségi fegyverhasználat. Mi azt gondoljuk, hogy nem minden törvénymódosítás, és főleg nem költségvetési forrásokat, és legfőképp nem magyar életeket, akár magyar katonák életét kellene arárendelni ennek a csádi kalandor politikának. És tisztelt kormány, választ várnánk arra is, hogy mik az árvízi védekezés honvédségi tapasztalatai. Hiszen hiába kommunikálta azt Orbán Viktor, hogy mennyire remek volt az árvízi védekezés, az önkéntes tartalékos honvédek valamiért sokkal később érkeztek a gátakra, mint ahogy azt a helyi lakosság elvárta volna joggal. Hát azért hogyan néz ki az, hogy a helyiek már napok óta dolgoznak, és a média folyamatosan azt harsogja, hogy a katasztrófa védelemnél bárki jelentkezhet árvízi munkára, mert most minden segítő kézre szükség van, de hát a tartalékos katonák még a kanyarban sem voltak. A katasztrófa védelmi irányítási központ vagy a honvédség felelős ezért? Legyen szíves, számoljon el. Bár sokadik kérdésemet sem jegyzeteli, tehát tudom én, hogy milyen választ fogunk kapni. Valószínűleg olyan terjedelmű, mint a 3 perces expozé volt. Na de hát azért mégis itt, ha másért nem a jegyzőkönyvhedvéért, el kell mondani ezeket a gyalázatokat. És ezeket a működési zavarokat, mert azok vannak bőven. És hát az úgynevezett kiképzett hadkötelesekről is lenne néhány gondolatom, hiszen ők ilyen-olyan okokból ugye lényegében kiváltak, úgymond a rendszerből. Az esetek 99%-ában azért mondjuk ki azért, mert nem tudtak azonosulni a Magyar Honvédségben vagy a Honvédelmi Minisztériumban uralkodó áldatlan állapotokkal. Az oltatlanokat meg éppen a Honvédség küldte el parancsmegtagadás büntetőjogi kategóriával, és katonai ügyészséggel, valamint katonai bírósággal fenyegetőzve, csak persze, ezek után nem túl stílusos bármilyen okkal visszarángatni őket. És hát bizony fenyegetőztek szóban, bár nem mindenhol, de persze végül sehol sem indult meg az alaptalan büntetőjogi eljárás ellenük, sőt 2023. novemberében a honvédelmi miniszter elismerte, hogy az oltásra való felhívás nem volt valójában parancsértékű. Most azt állítják, hogy ők sohasem adták parancsba, vagyis átverték az állományukat, mert ők viszont szóban erről kaptak tájékoztatást. És hát milyen morálja lehet az úgynevezett kiképzett hadkötelesnek, akit akarata ellenére munkajogilag kirángattak és kitettek a seregből, de ilyen-olyan adminisztratív eljárások keretében most visszaráncigálják, mint kiképzett hadkötelest. Ugye a kiképzett hadköteles törvény javaslati definíciója, hogy a katonai szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követően az állományból kikerült, korábban katonai alapkiképzést vagy alapfelkészítést teljesített férfi. Egyébként itt álljunk is meg egy szóra, egyébként meg tudja mondani nekem államtitkár úr, hogy mi a különbség az alapkiképzés és az alapfelkészítés között. Egyáltalán indokolt a különbség? Az alapoknak azért nem egységesnek kellene lenniük? És hát végül, tisztelt országgyűlés, beszélünk el arról is, hogy tovább eszkalálódik a közel-keleti konfliktus, miután Izrael most támadást indított Libanon ellen. Az újabb front megnyitásával még több civil áldozata lesz az így is rengeteg életet követelő konfliktusnak, melyből ismét csak a globalista fegyvergyártó cégek profitálnak. Amerika és az EU politikája csődöt mondott. Nem voltak képesek megállítani a palesztinai konfliktust, most pedig tovább terepélyesedik a háború, amely újabb menekült hullámhoz is vezet. A Mi Hazánk mozgalom azonnali tűzszünetet sürget, szemben a kormánnyal, mely mondjuk a gázai övezet vagy Libanon esetében, inkább fogalmazunk úgy, ugye Izrael esetében, mert ez az ország háborúzik most már egyre több szomszédos országgal, szóval Izrael esetében a kormány még csak szavak szintjén sem támogatja a békét. Pedig ideje volna, hogy a világ sokkal erélyesebben lépjen fel Izraellel szemben, amely régóta átlépte a jogos önvédelem határát. Vagy talán elfogadható a tömeges gyermekgyilkosság önvédelemből? És államtitkár úr, mi lesz a Libanonban állomásozó magyar katonák sorsa?
hiszen számtalan alkalommal szóvá tettem, szorgalmaztam a hazahozatalukat, hiszen bizony az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát is kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, ahogy Irakban és Csádban sincs keresnivalójuk a magyar katonáknak, inkább az automata fegyverekkel is ostromlott magyar határon kellene szolgáljanak a honvédjeink. Magyarország terror fenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt. Egy egész lövész alakulatot, lövész szakaszt állomásoztat a magyar kormány Libanon és Izrael határán, ahol evakuálták is a lakosokat. Már rakéta találat is érte az ENSZ béke fenntartó erőinek főhadiszállását Dél-Libanonban, de ez nem a mi háborunk. Egyébként pedig szégyent is hoznak ilyen esetben a katonákra, hiszen milyen béke fenntartók azok, akik fölött egy ilyen háború teljesedik ki. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Sajnos hiába szorgalmaztuk eddig az iraki megszállásban való részvételünk befejezését, miután az ottani parlament is döntést hozott néhány éve a külföldi csapatok hazaküldéséről, de a magyar kormány sajnos azt közölte ennek ezután is, ennek ellenére is, hogy ott maradnak a magyar honvédek. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt. Hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett, például a nehéz légiszállító kapacitás biztosításával, amely tisztán mutatja, hogy nem a belföldi védelemre fókuszálnak. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a hazavédelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom honvédelmi szakpolitikája. Az idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyeznénk előtérbe a hadsereg fejlesztés során. Az afganisztáni, iraki és hasonló megszállásokra költött 100 milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást, modernebb felszerelést, több komolyabb hazai hadgyakorlatot biztosítva honvédjeinknek. Hazánk számára ráadásul a legfőbb biztonsági kihívást 2014 óta már a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt, 3 évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták, tehát mondjuk Fehér Oroszországot is megelőzve. Tehát fennáll a veszély, hogy Ukrajna legalábbis fennmaradása esetén a nyugat által felfegyezett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon és hát akár Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Ezért kellene a Mi Hazánk szerint inkább itthon állomásozzanak és gyakorlatozzanak a honvédjeink az izraeli határ, Irak vagy Csád helyett. Ha már a szomszédos országban lévő háborús konfliktus miatt Magyarországon rendkívüli jogrend van, mert hivatalosan háborús veszélyhelyzet van, akkor mi a fenét keresnek a magyar katonáink Irakban, vagy fognak akár sajnos Csádban? És hát zárásként még egy kérdés, tisztelt államtitkár úr, mennyi külföldi katona, NATO katona állomásozik jelenleg Magyarországon? Persze rossz szokásuk szerint nyilván megint nem fogok választ kapni erre sem, de az is magáért beszél. Köszönöm a figyelmet!